Sziasztok, én Zoárd vagyok, ez pedig itt a Sportaholic, és ebben a videóban az egészségügyi helyzetre való tekintettel, ugye, hogy otthon kell megoldanunk az edzést, egy olyan edzésprogramot fogok nektek megmutatni, amely kiválóan alkalmas zsírégetésre, szálkásításra. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Team Sportaholic. Egészen pontosan be fogok nektek mutatni 10 nagyon király, magas pózustartományú és dinamikus kivitelezésű gyakorlatot. Nektek pedig az lesz a feladat, hogy ebből egy köredzést hozzatok létre. Mondom, hogy hogyan. Tehát lesz összesen 10 gyakorlatunk. Ti ebből kiválasztatok tetszőlegesen 5-öt, azzal a kikötéssel, hogy a legelső, amit mindjárt be fogok mutatni, az szerintem érdemes, hogy mindegyik köredzésbe benne legyen. Tehát lesz 5 gyakorlat, azaz 5 állomás. A kivitelezés úgy fog kinézni, hogy minden egyes gyakorlatot 30 másodpercig kötőjel 1 percig kell végeznetek, ez igazából edzettségi állapottól, tapasztalattól, céloktól stb. Függ. A gyakorlatok között 15 másodperces pihenő van, és a körök között pedig, amiből mondjuk csináltok egy olyan 3-4, maximum 5 kört ebből az 5 gyakorlatból, a körök között pedig nyugodtan mehet egy ilyen 1,5-2 perces pihenő. Hát egy negyed órás gyakorlatsorról beszélünk. Ezeket a gyakorlatokat természetesen bent a házban is meg tudjátok csinálni, én azért vagyok itt kint, mert nagyon jó a levegő, bár kicsit olyan esőre áll az idő, remélem, hogy nem fogja elmosni a forgatást. Az a lényeg, hogy bent is meg tudjátok csinálni, semmilyen felszerelésre nem lesz szükség, illetve az egyikhez egy ugráló kötél, ezt le is kell majd hoznom, és garantálom, hogyha lelkiismeretesen végigcsináljátok, akkor nagyon alaposan meg fogtok izzadni. Még mielőtt belevágnánk a gyakorlatok kivitelezésébe, nagyon fontos ugye a bemelegítés az otthoni edzésnél is. Ezt nem emeltük ki az előző videóban, de mindegyik edzés előtt fontos, hogy bemelegítsünk és a végén nyújtsunk le alaposan. A bemelegítésről igazából sok szót nem szeretnék ejteni szerintem. Külön fogunk majd erről és a nyújtásról is csinálni videót. Igazából az a legfontosabb, hogy valamennyi izomcsoport alaposan bemelegítésre kerüljön. Ugye föntről lefele indulunk, tehát kezdünk egy nyakkörzéssel, vállkörzéseket beiktatunk, intenzívebb vállkörzéseket, csípőforgatásokat. Ugye az a fontos, hogy amikor bemelegítünk, azt nem statikus mozgással végezzük, tehát tilos statikus elemeket alkalmazni bemelegítéskor. Mondom, hogy mi ez a statikus elem, hogyha megfeszíted az izmot, és abban a statikus állapotban ott tartod. Ezt a lenyújtásnál szabad alkalmazni. Megvolt a bemelegítésünk, én egyébként már bemelegítettem, de most elmondtam a lényeges infókat. Kezdjük is az első gyakorlattal. Aki esetleg nem tudná rólam, én régebben sprinter atléta voltam, tehát rövidtáv futó, és akkor nagyon sok ilyen intervall jellegű dinamikus köredzést végeztünk a termi edzéseken. Az egyik kedvencem és talán a legintenzívebb gyakorlat, amit ott végeztünk, az a skippelés, azaz a dinamikus, magas térdemelés. Itt fontos elmondani néhány technikai dolgot. Az egyik fontos dolog az a karmunka. Nagyon intenzív karmunkával kell dolgoznunk, ezzel segítjük a mozgást, sokkal könnyebb lesz. Sokszor látok olyan futót is akár, lent van a kéz, és így futunk. Mindenképpen felsőtestből is dinamikusan kell dolgoznunk. És ebben az egyébként nagyon darálós, nagyon dinamikus térdemelésben is az lesz a lényeg, hogy a kar nagyon sokat segítsen. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a térd legalább 90 fok, de inkább annál magasabbra próbáljuk meg behajlítani. A harmadik dolog pedig, ami az összes gyakorlatban ebből a 10-es listából nagyon fontos lesz, meg persze egyébként bármilyen gyakorlatban fontos, az a levegővétel. Hallani fogjátok, hogy minden egyes lépésnél, ahogy darálok egyet, folyamatosan fújok és a levegőt is veszem. A légcsere nagyon intenzív, így lesz megfelelően hatékony a mozgás. Tehát lássuk, hogy hogyan néz ki egy megfelelő skippelés, mutatom. Csak kiveszem a telefonom, mert ez így veszélyes lesz. Magas térd, karmunka, levegő. A második gyakorlat szintén nagyon intenzíven a feneket és a combizmokat célozza. Ez a guggolásból felugrás lesz. Itt is néhány dologra ki kell térni. Látjátok, hogy lábujjhegyen vagyok, sarkamat nem érintem le, és amikor felugrok, jó magasra ki kell nyúlni, tehát nem picit ugrunk, hanem rendesen beizzítjük azokat a rugókat. Ezt is mutatom szintén telefon nélkül. Szóval látjátok, hogy megpróbáltam minél magasabbra felemelkedni, szépen kinyúlni felsőtestből, és egy gyors érintés után már jöhet is a következő ismétlés. A harmadik gyakorlat
egyszerű ugráló kötelezés lesz. Nem vagyok nagy mester az ugráló kötelezésnek, úgyhogy igazából egy egyenletes tempójú, páros lábas szögdelés lesz az, ami az elvégzendő feladat. Bármilyen ugráló kötél megfelelő lesz. Az a lényeg, hogy a hossza az jó legyen, azt pedig úgy tudjuk beállítani, hogyha félbe hajtjuk, akkor nagyjából a vállunk magasságába kell lennie. Szóval nyilván egy picit be kell melegedni. Megnézzük. Na igen, az a nyádat. Levegővételre itt is ügyeltek. Ha elrontjátok, semmi baj nincs. Újra kezditek, vagy folytatjátok egészen addig, amíg a 30 másodperc, vagy az 1 perc le nem telik. A negyedik gyakorlat az megint csak egy atlétikából emelt elem lesz. Lementek haránterpezbe, egyenes a felsőtest, hátul van a súlypont, nem döltök előre, nem is hajlítjátok be a lábatokat, hanem ebbe a pozícióba egy szögdelés végeztek, egy helybe. Látjátok, a kar itt is segít, ezzel a kis lendítő mozdulattal, és amikor mondjuk megvolt 10 darab, akkor csere. Jó, a lábakat azt már kivégeztük, érzem, úgyhogy jöhet az ötödik feladat. Az ötödik feladathoz szükségünk lesz bármilyen kis emelvényre, ez lehet egy zsámolj, egy puff, maximum 20 cm-es legyen, 20-25. Én most éppen nagy súlyzó takarításokban vagyok, mert a Decathlonban ugye, ahogy láttátok a videóban, nem kaptam súlyzót, úgyhogy előástuk a retro készletet. Lerakom úgy, hogy lássátok. Óvatosan kell végezni ezt a gyakorlatot, mert baleset veszélyes, főleg egy ilyen súlyzóval, ami annyira ezért nem alkalmas erre. Következő lesz a feladat. Fölléptek, másikkal, és le. Ennyi, jó? Mutatom ide is. Tehát jobb, bal. Ezt azért megmutatom, hogy egy ilyenem is van. Nem is tudom, mennyi lehet, 24-5 fele? Oké, felénél vagyunk a gyakorlatoknak. Lássuk a hatodikat. A hatodik gyakorlat, ott már picit a felső test is nagyobb szerepet fog kapni. Ez egy sima boxolás. Na most a boxban sem vagyok én annyira otthon. De igazából a legalapvetőbb elemet fogjuk reprezentálni. Beálltok féloldalasan, az egyik kezetekkel kiszúrtok előre, előre is ráfordul a másik. Lehet utána cserélni. Az a lényeg, hogy ez nagyon jól át fogja mozgatni a hátizmokat, a vállat szépen kinyújtja. Tehát ez a hatodik gyakorlat. A hetedik gyakorlattól most már le kell mennünk a földre. A hetedik gyakorlatunk az a hegymászó taposás lesz. Szintén a vállizmokat nagyon erősen dolgoztatja. Hasizmokat is. Következő lesz a feladat. Fekvőtámasz helyzetbe megyünk. Egyenes a hát, és ebből fogjuk behúzni a lábakat felváltva. Az utolsó szakasznál a vádlink egy kicsit megnyúlik, és ezt is megpróbáljuk szépen darálni, levegővételre odafigyelve. Először lassan mutatom. És gyorsíthatjuk fel. Jó, király. A nyolcadik gyakorlat, bicikli hasprés. Ezt nem akarom túlmagyarázni, megmutatom, hogy néz ki. Mindig egyik lábban behajlítva, másik nyújtva, és ellentétes térthez végezzük a hasprést, tehát a jobb könyökünk a bal térthez, bal könyökünk a jobb térthez közelít. Itt is intenzív levegővétel. Oké, tehát ő volt a nyolcadik gyakorlatunk. A kilencedik gyakorlat az a plank into push-up, tehát a plank helyzetből fekvőtámasz helyzetbe, majd visszavaló lépkedés. Mutatom ezt is, hogy néz ki. Plank helyzetbe kezdünk, amit már egyébként ugye megmutattunk, hogy hogyan kell szabályosan kivitelezni az otthoni eszközök nélkül való videóban. Plank helyzet és fekvőtámaszba föl, majd vissza. Alright, tehát ez sem túl bonyolult, és akkor lássuk az utolsó gyakorlatot. Az utolsó gyakorlat pedig a burpee lesz, avagy a klasszikus négyütemű fekvőtámasz. Én annyit fogok módosítani, hogy azt hiszem az eredeti verzióban nincsen fekvőtámaszban karhajlítás, én ezt is be fogom iktatni. Illetve még annyi komment erre ez a gyakorlathoz, hogyha az öt gyakorlat közé, tehát az adott köredzésbe
beválogatjátok ezt a burpee-t, akkor a guggolásból szögdelés az ne legyen benne, mert egészen hasonló gyakorlat, ugye ez néhány ütemmel több, de ennyi a különbség. Tehát a burpee ugyebár úgy néz ki, hogy lemegyünk guggolásba, hátra a láb, én rakok bele egy fekvőtámaszt is, visszaugrasz és fel. Lássuk az egészet egybe. És meg vagyunk. Alright, szóval még egyszer a feladat annyi, hogy kiválasztotok 5 gyakorlatot ebből a 10-ből, azt összefűzitek egy köredzésbe a videó elején ismertetett módon, és kivégzitek ezt az edzést. Szerintem nagyon hatékony lesz, hogyha kipróbáljátok, akkor írjátok meg mindenképpen kommentben, hogy sikerült, mik a tapasztalatok, melyik a kedvenc gyakorlat, mi pedig hamarosan jelentkezünk a következő videóval. Sziasztok!